és a tűnő boldogság majd véget ér. Ott állsz egyedül, a levél a domtető, álmos holdfényrát köszön, s elfúj a szél. De addig van remény, minden perc ünnepel, és mindig van remény, hinni kell, ó, hit hát el. Most élsz, most figyelsz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Szép a nyár, most örülj, hogy van kivár, és a két karjába zár. Múló örök, sivár létünk színpadán, mikor egy szó hallatán, van a szép. Sajnos vége lesz, tudjuk már a kezdetén, túl az álmaink ködén a semmi hét. De addig van remény, minden perc ünnepel, kell, ó, hidd hát el. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Most élsz, most örülj, hogy szép a nyár, most örülj, hogy van kivár, és a két karjába zár. Most, most, most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Most, most, most élsz, most örülj, hogy szép a nyár, most örülj, hogy van kivár, és a két karjába zár. Most élsz. Ha figyelmesen nézed mások életét, sok-sok ember sorsát, hamar ráébredsz a titokra, ami nem más, mint hogy véletlenek nincsenek. Mindannyian egy jól működő terv apró részei vagyunk. Csak járj nyitott szemmel, és mire a végére érsz az életednek, minden összefüggést érteni fogsz. Az utca, ahol felnőttem, s ahol a felmenőim is éltek, sok-sok mindenről tudna mesélni. A faluszéli házak óriási szerelmek, nagy viszályok és elképesztő tragédiák tanúi. Egyéniségek, különc figurák, sorsukban összefonódó emberek laktak ott, akik az évtizedek alatt kicserélődtek, jöttek-mentek, sokan már az élők sorából is távoztak. Régóta tudom, hogy meg kell írnom az Akácos út történetét. A regényem tehát valós eseményekre épül, amit természetesen írói fantáziával kissé megfűszereztem. A neveket, a házszámokat többnyire megváltoztattam, hogy ne okozzak senkinek kellemetlenséget. Anyánk boldognak érezte magát a régi családi házban. Csinosítgatta, szépítgette. A szobát színesre hengerezte, ahogy az akkoriban divat volt. A konyhába pedig pöttyös gombákat festett kis törpékkel. Apánk eljárt kubikolni, és hamarosan vett egy soványka tehenet is. Először csak arra gondolt, hogy a tehénke ellátja őket tejjel,
de aztán rájött, hogy még eladásra is jut abból, ami plusz forintokat jelenthet. Anyánk, aki alig lépte át a felnőtt kor küszöbét, az anyaság mellett hirtelen háziasszony, gazdasszony is lett. Nevelte a kislányát, reggel és este pedig rohant fejni. Sokszor morgolódott, mert apánk azt ígérte neki, hogy a tehén majd az ő gondja lesz. Ehhez képest mégis neki kellett megtanulnia fejni. Az egyik szomszédbácsi szívesen megmutatta, hogyan kell két kézzel úgy húzogatni a tehén tőgyét, hogy abból szép sugárban folyék a tej a fejőbe. Anyánk ügyesnek bizonyult, hamar ráállt a keze a fejésre. De azt nem gondolta, hogy évtizedekig abba se fogja hagyni. Amikor reggel és este leült a fejőszékre a tehén alá, vágyakozva gondolt arra a néhány évvel korábbi nyára, amikor egy vándorszíntársulat szerepelt a faluban. Ő is elment nagyanyámmal, hiszen kőszínházba esélyük sem volt eljutni akkoriban. A legközelebbiek Debrecenben, Nagyváradon és Békéscsabán voltak. Szegény embernek ez csak álom maradt. Örültek hát, amikor megjelentek a vándorszínészek, és hirdetni kezdték az előadás időpontját. Akinek nem volt pénze, az néhány tojásért, szalonnáért, vagy egyéb saját élelmiszerért megnézhette a darabot, hiszen a színészek is ugyanolyan csórók voltak, és örültek, ha összejött a másnap ebédre való. Nagyapámhoz a kocsmába is betértek a csepürágok, hogy lehajtsanak egy kis lámpaláz ellenítókát. Itt látták meg anyánkat, aki olyan szép volt, hogy kevés fantázia elég volt hozzá, hogy egy művész lélek meglássa benne a jövő ünnepelt díváját. Kérdezték is tőle, tud-e énekelni. Erre az egész kocsma kórusként harsogta, hogy bizony tud, de még hogy. Csengő hangon, tisztán, mintha csak tanulta volna. Több se kellett a mutatványosoknak, azonnal csábítgatni kezdték. Azt mondták, ha velük tart, meglátja hamarosan olyan híres lesz, mint Honti Anna. Anyám, mint minden csitri, itta a színészek szavát, hiszen annyira mások voltak, mint a falubeli parasztemberek. Biztos volt benne, hogy szeretne közéjük tartozni. Este elalvás előtt látta is magát gyönyörű fodros csipkés, földigérő ruhában, tűsarkú cipelőben, bodorított hajjal, pirosra rúzsodott szájjal, amint csak neki tapsol a közönség. Előadás után még inkább késztetést érzett arra, hogy a társulattal tartson a következő településre. Ezt meg is mondta nagyanyáméknak, de azok ellentmondást nem tűrő hangon közölték vele, hogy nem megy sehová. Ők nem hittek abban, hogy színészetből, vagy bármi efféle mesterségből meg lehessen élni. A lányuknak tisztességes szerepet szántak, legyen csak feleség és anya. Így maradt elérhetetlen álom anyánk számára a színészet, a színház. Énekével, meséivel, végtelen fantáziájával egész életében csak a gyerekeit és az unokáit szórakoztatta. De mi legalább hálás közönség voltunk. A világot jelentő deszkák helyett csupán a hídlás maradt neki, vagyis az istáló deszkapadozata, amely a trágya léttároló gödröt vette be. Ide tért be naponta többször is, hogy kitrágyázzon a tehén alól, majd maga alá húzva a fejőszéket, kifejje az aznapi adagot. Ahogy azt apám kitalálta. Csak az álmai maradtak meg egy másféle élet iránt, amit soha nem tudott elfelejteni. De tette a dolgát, mert nem látott más lehetőséget. Abban az időben, az 1950-es években még nehéz volt a női önmegvalósítás, főleg a bihari falvakban. Ez csak ez volt, egy volt azok közül a történetek közül, amit Békis Andrá a legújabb 2017. decemberében megjelent művében olvashatnak. Az Akácos út titkai címet viselő utca és családregény a 10. kötete, így már a 4. regény, amit a kezünkben foghatunk. Békis Andrá mindemellett a Csökmői Faluház és Könyvtár vezetője főállásban, illetve a Csökmői Mozaik főszerkesztője már 19 éve, ugyanígy pedig olvashatják a tudósításait a Hajdúbihari Naplóban. Látjuk tehát, hogy az írás mint egy központi fogalom az életében, így hát nem is csoda, hogy mint minden újságíróra, rá is jellemző az, hogy kíváncsi természete van. Talán ennek köszönhető, hogy megszületett az Akácos út titkai című regény, hiszen ez a könyv igényelte, hogy éveken keresztül gyűjtse be egy utcalakóinak történetét. Hát azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen az, ha az ember faluhelyen nő fel.
ugye mindenki mindenkit ismer, a boltban ránk köszönnek az emberek, ha az utcán elmegyünk egy ismerős mellett, akkor az természetes, hogy megkérdezzük, hogy van. És az is, hogyha tudjuk, akkor az egész családnak az egészsége után kérdezünk. Hát persze ez nem ilyen egyszerű, mert ugye vannak olyan esetek, amikor nem csak a jót halljuk magunkról vissza, van olyan, hogy hamis állításokat hallunk, és olyan is van, hogy sokszor hamarabb tudja a szomszéd azt, hogy mi történt velünk, mint mi magunk. Ezek mellett, a történetek mellett nyilván a hátuk mögött van igazság. A könyvben hasonló történetekkel találkozunk, sokszor meghökkentőek, sokszor tragikusak. Nem is hinnénk, hogy ilyenek megtörténnek egy-egy utcában. És mégis, Andi ezeket a történeteket összegyűjtötte, édesanyja szavait hallgatva, hiszen a könyv az 1930-as évekre tekint vissza, így hát szüksége volt édesanyja emlékeire is, emellé tette a saját történeteit, így született meg az Akácos út Tiftai című regény. 2017. decemberében jelent meg, azóta 4 hónap telt el. Ez nem olyan sok idő, de vajon mennyi időt igényelt az, hogy ez a könyv megszülessen, vagy akár az ötlete annak, hogy te egy utcának a történetét megjelenés? Hát ez sokak számára hihetetlen, de ez közel 10 évet igényelt ennek a könyvnek az elkészítése. Attól a pillanattól kezdve mondom ezt, amikor a fejemben megszületett ez az ötlet, hogy meg kellene írni. Ugye először az ember csak fontolgatja, hogy jó ötlete, érdekelne ez másokat, olvasókat. De mivel úgy gondoltam, hogy engem érdekel, és tényleg olyan rendkívüli események voltak ott az utcában, és mindig hallottam gyerekként a szüleimtől, meg másoktól is, azt gondoltam, hogy érdemes lesz megírni. És akkor elkezdtem a tettek mezejére lépni, anyukámmal leültem, és ez is ugye hosszú folyamat, hiszen az utca valójában 63 házból áll, nem írtam bele mindent, 45-ig írtam, de azért képzeljünk el 45 történetet, úgy, hogy közben a családom történetét is felgöngyölítettem, mert úgy van a tematikája, hogy egy fejezet egy lakóháznak a történetét mutatja be, az összes lapon keresztül, a következő, minden második fejezet pedig a családunk életét, és ez így nagyon váltakozik, és akkor ettől lesz érdekesebb. És átjártam anyukámhoz egy jegyzetfüzettel, újra meghallgattam azokat a történeteket is, amiket már ismertem, meg neki is jutottak eszébe újabb adalékok, ezeket nagy vonalakban följegyeztem. Nem készítettem nagy jegyzetet, hiszen nagyon sok mindenre én magam is emlékeztem, csak úgy fölvázoltam, hogy mikor mi történt, és akkor meg volt a kis jegyzetem, és ugye jött az írás. Hát azt sem úgy kell elképzelni, hogy nekiültem, és megírtam, hanem leírtam az első gondolatokat, és aztán volt olyan, hogy 4 hónapig, 8 hónapig semmit nem írtam. Aztán megint jött egy olyan ihlet, hogy le kell ülnöm, akkor jött minden gondolat, írtam, aztán megint szünet, tehát hogy azért telt el 9-10 év, mert ez így ment. Tehát ezt nem lehet úgy írni, mint egy verseny, hogy most ezt mindenképpen megírom, és nem is lehet sem pénzért, sem valakinek a szavára írni. Ezt úgy írja az emberem, hogy jön a gondolat. Sokszor nem is hinnénk, hogy tényleg milyen különbözően tudnak élni egymás mellett emberek, és hogy olyan események, olyan történések vannak a szomszédságunkban, a 4 fal között, amiről nem gondolnánk, hogy megtörténik. Ugyanígy csokorba szedted a családod történetét is, és ugye minden lakónak a történetét, ami érdekesebbnek bizonyult. Ezek a történetek nagyon sok esetben meghökkentőek, tragikusak, megcsalások, teherbeesések, amikre nem számítunk, tehát bármi, ami tényleg meg tudunk botránkozni, és bele se gondolok, hogy mi lenne, ha velünk történne ugyanilyen. A könyvben tehát számos emberi sorsoló olvashatunk, ami mégis a legmegdöbbentőbb, azt gondolom, hogy az olvasók számára is, és számunkra is az volt,
hogy a tragikus eseményeket követően sokszor negatív eredmény született. Tehát nem gondolkodtak az emberek a pozitív végkimenetelben, hanem inkább negatív kifutása volt egy-egy történetnek. Milyen tragédiák jellemezték legfőképpen az utcátokat, ami végül olyan eseményként volt jelen akár az emlékeitekben is, amit úgy gondoltál, hogy papírra kellett meg? Hát amikor megszületett bennem az ötlet, hogy megírom az utca történetét, ugye főleg ezek a dolgok adták az ötletet, hogy szinte rájöttem az anyukám, meg a szüleim, szomszédok elbeszéléseiből, hogy az utcánkban nem volt olyan ház, ahol valami öngyilkosság vagy gyilkosság ne történt volna. De ezt ne úgy képzeljük el, hogy egy év alatt, vagy öt év alatt, ugye, mint ahogy Betty szépen felvezette, közel 100 évet ölel föl a történet, a házak története, és ez a 100 év alatt, de akkor is sok. Tehát, hogy jelenleg abban az utcában 4-5 háznál nincs több, amiben ne történt volna valami tragikus kimenetelű történet. Hát voltak, a legjellemzőbb az önakasztás volt, de szerintem ez itt Hajdú-Bihar tájéken ez amúgy is divat. Voltak kútbaugrások, voltak gyilkosságok, de azért mielőtt itt azt gondolná mindenki, hogy ez egy sírós és tragikus történet, azért jó adag humor is van benne. Tehát pont az a meghökkentő szerintem, meg az olvasók visszajelzése alapján, hogy tragédia is van benne szép számmal, de ugyanakkor, ahogy megírtam, meg a fordulatok nagy adag humort is tartalmaznak, tehát nem kell attól félni, hogy most valaki elkezdi olvasni, és könnyesre sírja a párnáját, vagy ő maga is elgondolkozik, hogy megyek mindjárt, és felkötöm magam, mert ilyen nem lesz, inkább több a nevetés benne, tehát. Azt gondolom, hogy ugyanilyen történeteket számos alkalommal olvashatunk, és hát akkor szerintem egy kis ízelítőt kapjunk abból, hogy hogyan is találkozik a tragédia és a humor a könyvben. A lányom készült, neki legjobban ez a történet tetszett, hogy ez ragadta meg, és akkor ő szeretné, hogy olvasná. Akácos út 7. Számomra nagyon kedves házaspár lakta ezt a házat. Bár hozzájuk sem volt vers szerinti közöm, akár csak Palom mamához, de az unokáik után őket is Jámbor mamának és Jámbor papának szólítottam. S ha bár már 7 éves koromban csak egyetlen nagyszülőm élt a négyből, nekem mégis volt a valódi nagyanyámon kívül még 2 fogadott nagyanyám és egy fogadott nagyapám. Mindig nagy érzéken volt hozzá, hogy megteremtsem magamnak azt a világot, amit elképzeltem, amire vágytam. Persze ők is fiatalok voltak, amikor még nem papa és mama korban voltak. Onnan indul a történet, Ferenc és Vilma első 2 gyermeke meghalt. Mivel a fiatalasszony nagyon vallásos volt, Isten üzenetét vélte felfedezni a 2 csecsemő elvesztésében. Úgy fordította le az út titkos nyelvét, hogy őket nem egymásnak teremtette. Úgy érezte, hogy el kell hagyni a Ferencet, de a házasságot akkor erősebb köteléknek tartották, mint manapság. Később még született 4 gyermekük, akik végre életben is maradtak. 3 fiú és 1 lány. Az idősebb fiút Vilma alig merte az apja nevére keresztelni, mivel a 2 elhalt kisfiú szintén a Ferenc nevet kapta. De ezúttal megtört az átok. A kis Ferenc ma egészségesen nőtt fel. A fiatal apa kocsis volt a faluban, és nagyon szerette az italt. A kocsmákban rendszeresen adósságokat halmozott fel, amit a felesége igen szégyelt. Imádkozott is Vilma éjjel-nappal, és kérte Istent, hogy térítse jó útra a férjét. Kérése meghallgatásra talált, mivel egy hideg, szeles novemberi napon Ferenc kemény leckét kapott. Szokása szerint akkor is részegen ült a bakra, úgy hajtotta a lovakat. A határba tartott éppen, ahonnan az egyik gazda kimaradt kóróját kellett volna hazahoznia. Igen ám, de az egyik kanyarban a lovak riadtan megugrottak egy mellettük felszökkenő őzbak miatt, és mivel a kocsist akkor már jól eljárta a szesz, nem volt ura a helyzetnek, és már csak arra eszmélt, hogy szekerestől együtt belecsúszott a kanálisba.
A lovak ilyetten nyerítettek és kapálóztak, a szekér fél oldalát ellepte a víz, Ferenc pedig csuromvizesen próbált kikászálódni a másfél méteres vízből a meredek partra. A deres kanális part erősen csúszott, és a részeg fiatalember folyton visszaesett a vízbe. Mivel késő délutánra járt az idő, már enyhén fagyott is. Érezte, ahogy a ruha dermedni kezd rajta. A keze egyre gémberedik, erőtlenedik. Az volt a szerencséje, hogy épp arra járt egy másik kocsis, aki meglátta, és azonnal a segítségére sietett. Először Ferencet húzta ki, és ráterített egy lófokrócot a saját szekeréről. Aztán a lovakat nyugtatta meg, és vezette ki a kanálisból, majd egy erős kötéllel a szekérhez kötve a vízbe csúszott kocsit, nagy nehezen azt is kihúzta. Ferenc agyonfagyva hajtotta haza a lovakat, és mire hazaért, már a foga is úgy kocogott, hogy rossz volt hallgatni. Mikor Vilma meglátta, hirtelen nem is tudta, hogy haragudjon-e rá, vagy sajnálja. Aztán jó keresztényhez illően inkább azonnal a segítségére sietett. Lerángatta róla a már megdermedt ruhákat, a teknőbe beleöntötte a beépített sparhelyten melegedő vizet, és beletuszkolta a férjét. Miután jól átmelegedett az ember, befektette a kemence mellé, és két dunyhával betakarta, majd megitatta a jó forró mézes tejjel. Ferenc mélyen elaludt, és másnap úgy ébredt, hogy kutyabaja sem volt. Csupán a lába fájt attól kezdve mindig, ha a hideg idő közeledett. Azt mondták, akkor úgy kihűlt a csontja, hogy örökké érzékeny maradt. Vilma sokszor megdorgálta az ivászat miatt, és ekkor is felhívta a figyelmét arra, hogy ez a baleset egy jel volt föntről. Ha nem tanul belőle, akkor ennél sokkal súlyosabb intelmet fog kapni hamarosan. Kérte férjét, hogy vegye már részre Isten üzeneteit, és ne vívja ki ismét a haragját. Valamennyire hatott rá az asszony szava, mert egy kicsit visszafogta magát, és nem ivott annyit. A felesége morgolódásaira pedig mindig humorral reagált, hiszen alapjában véve is egy humoros ember volt. Emlékszem, mindig megkérdezte azoktól a lányoktól, akiknek már komolyan udvaroltak, hogy fingottak-e már az udvarlóik előtt. A lányok erre általában eltűntek és nem elválaszoltak, mire Jámbor papa azt mondta, hogy akkor az még semmi. A valami az, amikor már fingani ismersz előtte. Persze akkor ezen mindenki megbotránkozott, pedig valljuk be, nem is mondott butaságot. Négy gyermekük közül a kislány elég butácska volt. Anyukám mesélte, hogy az iskolában Biomuska fejét hosszú hajfonatánál fogva folyton beleverte a tanítónő a táblába, mert soha nem tudott felelni semmire. Ő persze mindig sajnálta, de nem volt mit tenni. Akkor még a tanítók, tanárok büntetlenül üthették, verhették a diákokat, ha úgy gondolták, megérdemlik. Sanyi fiúk volt anyák legjobb barátja. Egyidősek voltak, együtt nőttek fel, mivel Sanyi kisé lányos fiú volt, szívesen babázott vele. Kamaszkorukban vesztek csak össze, amikor Sanyi többet akart barátságnál, anyám pedig nem tudta mire vélni ezt a fordulatot. Aztán Sanyi és Vilmos is Budapestre kerültek, ott élték le az életüket. De amikor hazalátogattak a szülőkhöz, hozzánk is bekukkantottak, hogy anyánkkal váltsanak néhány szót. Legkisebb fiúk maradt csak a faluban, aki nősülés után az Akácos úton telepedett le, pár percnyire járásra a szülői háztól. Neki született két éven belül hozzám hasonló korú két lánya, akikkel folyton együtt játszottam. Őket utánozva kezdtem el a nagyszüleiket én is mamának és papának szólítani. A négyből egy gyermeküket akkor vesztették el, amikor az már javában a 20-as éveiben járt. Halála nem csak a szülőket és a családot, de az egész falut megrázta. A 70-es évek legelején történt, amikor már az egész faluban működött az áramszolgáltatás. A villanyoszlopok és drótok behálózták az utcákat, a hatalmas trafók az utcasarkokon és a határban végezték dolgokat. Anti is úgy érezte akkoriban, hogy az áram rázta meg. Nem tudott aludni, enni és semmi másra sem gondolni, csak a piros, posgás arcú piroskára. Nagyon beleszeretett a lányba, aki kacéran cicázott vele. Sok falubeli fiatalhoz hasonlóan Anti is Budapesten dolgozott, két hetente járt csak haza hétvégére. Ilyenkor találkozott a lánnyal,
aki hagyta, hogy hazakísérje a bábot, megcsókolja, fogja a kezét. Amikor távol voltak egymástól, szorgalmasan leveleztek. A levelekben antigisztosította igaz szerelméről és hűségéről, amit Piroska viszonozott. Már jó ideje tartott a kapcsolatok, amikor Anti úgy döntött, hogy eljegyzi a lányt, majd egy év múltán el is veszi. Ezt közölte a szüleivel is, akik nem ellenezték a dolgot. Csak hogy mikor a legény Budapestről két szép karikagyűrűvel tért haza, és felkereste Piroskát, nagy meglepetés érte. A lányt, mintha kicserélték volna. Hűvösen fogadta a közeledését, kitérő válaszokat adott a kérdéseire, és azt is mondta, nem biztos, hogy ő Anti felesége szeretne lenni. A szép arcuk fiatalember nagyon elkeseredett. Főként, amikor néhány komájától azt hallotta, hogy amikor ő Budapesten van, Piroskát más fiúk kísérgetik, akikkel ugyanolyan bizalmasan viselkedik, mint vele. Ettől a pillanattól kezdve nem találta helyét, és nem látta értelmét az életének. Szülei gondterhelten figyelték, ahogy magába roskadva járkált a házban és a kertben. Vasárnap nem utazott vissza Budapestre, viszont otthonról már reggel elment, és estig sem tért haza. A szülei aggódni kezdtek, és bejárták érte az egész falut, de sehol nem bukkantak nyomára. Különösen az édesanyja érezte, hogy valami nagy baj közeleg. Mindenkit megállított és kérdezősködött, nem látták el a fiát, de senki nem tudott hasznos információval szolgálni. Este felé kiürült az utca. Mindenki anyámékhoz ment tévét nézni, mert akkor vetítették a népszerű Rózsa Sándor sorozatot, amiben a veszettő jóképű Osztár Sándor volt a főszereplő. A jámbor szülők is beültek a társaság közé, hiszen ők is láttak eddig minden részt, ezt sem szívesen hagyták volna ki. Bár a gondolatok folyton a fiúk körül járt, azért megpróbálták követni a film cselekményeit. Az egyik legizgalmasabb jelenetnél Rózsa Sándor és Veszelka Juliska találkozásánál hirtelen elsötétült a tévé képernyője, de csak pár percre. Aztán folytatódott a film, de már egy másik jelenettel. Az otthonokban összegyűlt utcabeliek bosszankodtak az áramszünet miatt, hiszen nem tudták, hogyan váltak el a szerelmesek. Jámbor mama anyai szíve hevesen dobogott. Nem tudta miért, de nagyon-nagyon rossz előérzete volt. Másnap délelőtt sem került elő a fiú, ezért értesítették a rendőrséget. Hamarosan felbojdult az Akácos út és környéke. A rendőrök nagy erőkkel kivonultak, és aki csak élt és mozgott, kutató tekintettel járta a határt, keresték Antit. Megnéztek minden árkot, bokrot, ásott kutat, padlást, elhagyatott házat, ólat, széna és szalmakazlat, de a fiút senki nem találta meg, sem élve, sem holtan. Másnap és harmadnap ismét túlült erővel keresték, de semmi eredménye nem volt. Az édesanyjákkal már egy szemet nem aludt éjszakánként, folyton csak sírt. A megállíthatatlan könnyáradattól bedagadt a szeme és az orra, s úgy érezte, hajszál választja el attól, hogy megőrüljön. Ekkor már biztos volt benne, hogy a fia halott. Öngyilkos lett szerelmi bánatában, mondogatta a szomszédoknak, akik nagyon sajnálták, és ha tehették, ott voltak mellette, támogatni próbálták. Természetesen Piroskát is megkeresték, hogy mondja el, mi zajlott köztük az utolsó találkozáskor. A lány már hallotta a nagy hírt, hogy Anti eltűnt, és napok óta keresik, ezért megilletődve vallotta be, hogy ő visszalépett az eljegyzéstől, és látta, hogy a fiú nagyon elkeseredett, de azt nem gondolta, hogy valamit csinál magával. Eltelt egy hét, majd kettő. Az augusztusi nyár szemmel láthatóan fordult őszbe, s mire az emberek észrevették, már szeptember lett. A határ megtelt kukoricatörő csapatokkal. A családok apraja nagyja összejött, hogy minél előbb végezzenek a munkákkal. Az egyik kukoricaföldön egy fiatal lány pihenni állt meg pár percre, amikor a sorjában épp a föld közepén álló trafó mellé ért. Szemét lassan vezette végig a hatalmas monstrumon, rácsodálkozott nagyságára, amikor hirtelen valami furcsát látott fenn. Egy nagy feketességet, amiről először nem tudta megállapítani, hogy mi az. Aztán lassan eljutott a tudatáig, hogy ez egy ember. Sikítani kezdett, mire odarohantak hozzá a közelében járó családtagok. Mindenki oda nézett, ahova a lány mutatott, s valaki döbbenten suttogta.
megvan, Anti. Azonnal értesítették a rendőrséget és a jámbor szülőket. A félig már megtépőjögött édesanyja Elsie-t, ezért veszbe rohant a földeken keresztül a trafóig, ahol meglátta apróvá és feketévi égett fiát. Ott helyben összeomlott, és hosszú évek kellettek ahhoz, hogy egyáltalán mosolyogjon még valaha. A környékbeliekben mozaikként állt össze a kép. A Rózsa Sándor sorozat alatt mászott fel Anti a trafóra, és amikor az áram agyon ütötte, akkor szakadt meg az adás az áramkimaradás miatt. A keresés pedig azért volt eredménytelen, mert mindenki csak lefelé nézett. Senki nem gondolta, hogy bárki is a halálnak ezt a formáját választja. Erre azóta sem volt példa a faluban szerencsére. 430 oldalról beszélgetünk, hogyha jól emlékszem, a könyved ilyen terjedelmű, tehát azért egy hosszú könyv, akárhogy is nézzük, bár gyorsan nem lehet olvasni, mert a történetek nem hagyják magukat letenni, de 430 oldal azért hosszú regénynek mondhatunk. 430 oldalon keresztül, bár a páros számú fejezetek mind a családod életéről szólnak, mégis, ha csak a páratlan fejezetekbe gondolunk bele is, hihetetlen mennyiségű történet. Ezeket begyűjteni, el sem tudom képzelni, hogy hogyan zajlott, mennyi időtől állt ez fel. Ugye azt már mesélted, hogy anyukád mesélte a legtöbb történetet, amit le tudtál utána jegyezni, de mégis hogyan képzeljük el ezt, mennyire hozott össze titeket ez a történetbegyűjtés, vagy ez egyébként is jellemző volt a családotokra olyan tekintetben, hogy ezeket a történeteket élni hagyják. Hát nem kellett, hogy nagyon összehozzon bennünket, mert nálunk nagyon szoros a családi kötelék, főleg női ágon. Tehát most is itt van a lányom, a nővérem, van egy másik nővérem is, és anyukám 83 éves lesz hamarosan, reméljük, hogy megéri egészségben. És mindig összeültünk szombat esténként, és sokszor akkor is feljöttek ezek a történetek meg. Nálunk ez a beszélgetés, ez nem egy ritkaság volt, hanem ez egy mindennapos dolog volt, hogy leültünk és beszélgettünk. És nem csak a család, hanem ahogy a könyvből is kiderül, a szomszédokkal is nagyon intenzív volt a kapcsolatunk. Tehát még gyerekkoromban a tanyázás az mindennapos volt, meg anyukám varrogatott másoknak, akkor ahogy olvastam fejt és a tejet árultuk, és a szomszédok, ha eljöttek egy kis varnivalóval, vagy egy kis tejét, akkor leültek tanyázgatni. Úgyhogy sok történetet magától, azoktól tudom, akik elmesélték. Tehát van a könyvben olyan történet, amit még én is attól hallottam, akivel megesett például az előbb hallott történet. Hát ez el lehet képzelni, hogy az egész falut felbojdította egy ilyen öngyilkosság. És ugye az édesanyja, a Jámbor mama, akit én úgy szólítottam, az velünk ilyen régen lakott, tehát mindennapos volt nálunk, meg én is náluk, tehát ezt a történetet is még onnan tudtam. Tehát igazából az anyagbegyűjtés arról szólt, hogy felfrissítettem ezeket a történeteket, meg anyukám úgy pontosabban próbált összerakni kronológiai sorrendben, hogy egy-egy házba végigvettük, hogy mikor ő kisgyerek volt. Mert azt hiszem, az még nem is hangzott el, hogy anyukám 3-4 éves kora óta él abban az utcában. És akkor ugye nyilván egy-egy házban más lakott, mikor ő kicsi gyerek volt. Aztán, mikor fiatalasszonyként élt ott megint mások, tehát hogy cserélődtek a lakók, de ő mindenkit ismert, és így tudta elmesélni ezeket a dolgokat. Az, hogy a család fontos számodra és számotokra is, ez teljesen egyértelmű. Így hát a páratlan fejezetekben azt gondolnánk, hogy mindig csak a jó történeteket halljuk a családotokról, hogy a jó sztorikat osztod meg velünk, és ez ugye korán sem így van, mert azt hiszem, hogy te fogalmaztál így, hogy a saját családodat sem kímélted az írás során. Milyen élmény volt ezeket leírni, visszagondolni azokra a történetekre, ami a családodat jellemezte, és például nem voltak pozitívak? Hát ez egy időutazás volt számomra is, mikor a családi fejezeteket írtam. És hát voltak benne olyanok, amik
amiket újra át kellett élnem egy gondolatba, és megviseltek. Volt egy olyan sztori, aki olvasta, vagy el fogja olvasni a könyvet, csak röviden mondom el, hogy ne lőjem le a poént, hogy még kisiskolás voltam, közön kézen eltűnt egy ránk családomra bízott medál, és mindenki azt hitte, hogy abban én játszottam szerepet, hogy vagy eljátszottam, vagy odaadtam valakinek. Semmi közöm nem volt hozzá. Máig talányos módon végül előkerült, de engem az anyukám úgy megbüntetett olyan módon, hogy nem fizikailag, tehát nem az, hogy jól elvert, és akkor azon túl tud esni az ember, hanem én egy nyáron át, egy nyári szüneten át szobafogságra voltam ítélve. Annyira mehettem ki az otthonomból, még libát őriztem, volt akkor libánk, és addig kellett ki, úgyhogy én akkor nagyon vártam, hogy küldjön ki libát őrizni, mert addig kimentem, és akkor a barátaim odaszaladtak, egy kicsit ott játszottunk, vagy beszélgettünk, és a másik, amivel büntetett, én nagyon szerettem, meg szeretem az édességet, a csokit, és egy nyáron keresztül nem kaptam csokit. Úgyhogy ez nekem olyan a legnagyobb büntetés volt, amit gyerekkel lehet csinálni, és a végén ugye, amikor rádöbbent anyukám, hogy ezt mind ártatlanul művelte velem, akkor zokogva borult a nyakamban. Tehát, hogy azért ilyet felidézni újra megterhelő volt számomra, de voltak jó részek is, tehát jó gyerekkori emlékek, azokat pedig jó volt így újra felidézni. Tehát vegyes volt ez is. Egy időutazás, és lelkileg is egy ilyen hullámvölgy volt számomra is az egész könyv megírása. Ugye az anyukádnak a gyerekkorát is megidézi ez a könyv, tehát egészen a dédnagyszüleit életére visszanyúlik. Szerintem nézzünk erre is egy példát a könyvből, mert a nővérednek azt gondolom ez volt a kedvenc része, hogy a családi emlékeket tudta felidézni a könyvből. Igen. Nagykor különbség van közöttünk. Én harmadikos gimnazista voltam, amikor megszületett a kishúgom. És amikor én születtem, az egyetlen egy dédszülőnk, akit ismertünk, ilyen idős volt, mint most én. Fülöp Julianna, az a nagyon-nagyon szép fiatalnak, nagyon-nagyon szép erdélyi lány. És most az ő történetét szeretném felolvasni, mert ő nekem nagyon-nagyon kedves dédim volt. Hogy milyen véletlenül múlt az, meg kicsin múlt az, hogy ő lett a mi dédmamánk. Dédnagyapánkat, akit én soha nem ismertem, Rögös út vezette el az Akácos útig. A családi legendáriumban feledhetetlen história az övé és dédnagyanyámé. A két fiatal ugyanis halálosan beleszeretett egymásba. A szép Fülöp Julianna jegykendője már egy másik legénynél volt, ami akkoriban komoly elköteleződést jelentett. De amint megismerte Ánagy Sándort, tudta, hogy végzetes ballépés lenne a szomszédos faluban élő Orosz Danihoz menni. Visszakérte hát a jegykendőt, amiről aztán egy ideig szívesen csámcsogtak a pletykás vénasszonyok, és Sándornak adta. Julianna számadó apja nem igazán örült a váratlan fordulatnak. Sándor anyja ugyanis nagyon gonosz, cselszövő asszony hírében állt. Összeférhetetlen természete miatt sok haragosa volt. Állítólag 120 holdföld árát pereskedte el ők nagyapánk, Fülöp György pedig nem állhatta a hamis mindenhájjal megkent embereket. Ő ugyanis olyan őszinte, tisztességes ember hírében állt, hogy az uraság Erdélyből idehívta számadónak magához. Ekkor telepedett le a faluban feleségével, Gulyás Annával együtt, és nevelték gyermekeinket. Ez még az 1800-as évek vége felé történt. Veres Zsidó, akinek a nyájáért felelt, sokszor próbára tette, de ők nagyapánk mindig állt a próbát. Egy lyukas garas hiányt nem talált nála a gazda soha. Évek múlva ezt a becsületességet azzal hálálta meg, hogy egyik birtokát, a Veres Majort neki ajándékozta.
ők nagyapámék ott éltek a Veresmajorban, egy takaros kis házban, a lakos mellett, amiből vályogot vetettek az emberek. A hatalmas gödör nagy esőzésekkor megtelt vízzel, és ebben az arra lakók szívesen fürödtek. A gyerekek teknőben csónakáztak. Még anyám is emlékszik ezekre az időkre, mert kisgyerekként sok időt töltött a majorban, a déd, később nagyszüleinél. Ők nagyapánk tehát becsületességének, szorgalmának köszönhetően egész szép kis vagyonra tett szert, és elnyerte az uraság, valamint a falu népének megbecsülését. Ezzel szemben leendő nászasszonyát, a Varga Zsuzsanna nevű másik nagyanyánkat nem sok tisztelet övezte, fondorlatos természete miatt. De mit lehetett tenni, amikor a két fiatal annyira odáig volt egymásért? Végül ők nagyapánk utána érdeklődött leendő vejének, és amikor több megbízható embertől is azt hallotta, hogy az nem olyan, mint az anyja, megenyhült, és igen mondott a lánykérésre. A fiatal Sándort dolgos, jóra való legénynek tartották a faluban, ez kissé megnyugtatta ők nagyapánkat. Gulyás Anna ők nagyanyánk, bár nem volt rossz dolga számadó férje mellett, azért mindig visszavágyott Erdélybe. Évente egyszer elutazott a nagyvárattól nem messze lévő Félixfürdőre, hogy a gyógyvízben kúrálja magát. Egy innen emlékbe hozott dísztányért generációkon át öröklődött a családban. Lányának az eljegyzési ruhaanyagát is egy Félixfürdőre vezető útján vásárolta egy nagyváradi kereskedőnél, majd ő maga varta meg neki. Épp az eljegyzési lakomát ülték a Veresmajorban, amikor csendőrök toppantak be Fülöp György köztiszteletben álló portájára. Hamar kiderült, hogy a vőlegényét jöttek. Ő bár nem tudta, mi az oka, hogy a csendőrök keresik, kiugrott az ablakon, de alig futott pár métert, elkapták és bilincsbe verve elvitték. A mennyasszony keserve sírásba kezdett, a szülők pedig csak ámultak, bámultak, nem értették, mi történhetett. Egyedül csak a vőlegény anyja, Varga Zsuzsanna ült zavartan, mint aki mindennel tisztában van. Mindkét ők nagyapánk árvos szemmel nézett a bajkeverő asszonyra. Fülöp György azért, mert hallott már róla ezt-azt, Ánagy Imre pedig azért, mert ismerte a feleségét. Varga Zsuzsanna, aki színészi képességeknek is jócskán a birtokában volt, hirtelen jobbnak látta eljátszani a kétségbe esett anyát, és jaj veszékelve siratni kezdte a fiát, akit elhúzoltak a csendőrök. Hamarosan kiderült, hogy az egyik kelmékkel kereskedő zsidó boltjából eltűnt több vég vászon, amit Ánagy Imre portáján találták meg. Szemtanúk látták, amint korábban Sándor a hátán vitte egy nagy batyut. Ebből a csendőrök egyértelműen arra következtettek, hogy a legény lopta el a ruhaanyagokat. A fogdában, amikor megtudta, hogy miért hurcolták el, azonnal rájött, hogy az anyja áll a háttérben. Ő lopta el a vásznakat, de neki azt mondta, hogy cserélte a zsidóval, és segítsen neki hazavinni. Ő mit sem sejtve kapta a hátára a batyut, és szállította haza. Nem kételkedett, hiszen az anyja szeretett csereberélni, üzletelni. Most letaglózta a tudat, hogy az anyja direkt úgy intézte a dolgot, hogy ráhárítsa a gyanút. Ennek ellenére úgy döntött, nem árulja el az anyját, és letölti helyette a büntetést. 2 hónapot töltött a fogdában, de a nyomozás során akarata ellenére kiderült, hogy ártatlan, és anyja a bűnös. Őt kiengedték, az anyja pedig hosszas intézkedés és néhány holdnyi eladott föld árán elérte, hogy nem csukták le. Julianna és Sándor a jegyesség 1 éve után, ahogyan az faluhelyen szokás volt, összeházasodtak. Persze ekkor már az egész falu tudott a dologról, hogy Sándor anyja ismét milyen aljas módon járt el. Sajnálták a fiát, hogy 2 hónapot ártatlanul töltött lecsukva. Ők nagyanyán Gulyás Anna hóba intette lányát az anyósától. Amikor a stafírunk utolsó darabja is felkerültek az ifjú fér szekerére, könnyeket morzsolt el a szeme sarkán. Megölelte a lányát, és annyit sugott a fülébe, hogy bármi történjen is, a Veresmajorba mindig hazavárják. Az ifjú pár megkezdte közös életét a fiús háznál, ahol mindenen osztottak dédnagyapánkkal és dédnagyanyánkkal. Varga Zsuzsanna ki nem állhatta a menyét, főleg, hogy az nem is titkolta megvetését, mióta az eljegyzésükön hagyta ártatlanul elhúzolni Sándort.
A két nő nem nagyon beszél tehát egymással, csak épp a legszükségesebbeket. Furcsa ezt a viszonyt ilyen késői utódként szemlélni, ráadásul úgy, hogy mindkét nőhöz vérségi kapcsolat fűz. Egyik az ők nagyanyám, másik a déd nagyanyám volt. Fülöp Julianna sokat mesélt ezekről az időkről, és az anyósáról anyámnak, aki az unokái közül talán a legkedvesebb volt. Tőle tudom, hogy a két nő között a harc egyre csak folyt. Napi apróságokban tettek egymásnak keresztbe, törtek borsot egymás óra alá. Egyszer aztán ők nagyanyám megint túllépett minden határ. Annyira elege lett a mennyéből, hogy úgy döntött, elteszi láb alól. Egy nap birkapörköltet főzött, és egy kis adagot külön szedett belőle. Épp annyit, amennyit a menye általában enni szokott. Mivel ketten voltak otthon, oda vitte a menyének, hogy egy-egy nyugodtan ő is eszik, ne várják az embereket, ki tudja, mikor érnek haza a munkából. Kim voltak a földeken. Dév nagyanyánk azonban nem volt még éhes, és ezért csak félretett az ételt, és stoppolta tovább a fuzekeket. Amikor ők nagyapánk és Dév nagyapánk hazatért, mindketten nagyon éhesek voltak. Sándor meglátta a feleség előtt a kis asztalon a pörköltet, és enni kezdte. Már néhány falatot lenyelt, amikor az anyja meglátta, mit eszik. Elkezdett kiabálni, hogy miért abból eszik, hiszen azt a feleségének tette félre. A többiek nem értették, miért tombol és miért kapja el a fia elől a tányért, aminek tartalmát azon nyomban kiöntötte. Csak egy órával később jöttek rá, amikor Sándor egyre rosszabbul érezte magát, a macska pedig, ami a maradékot felette, döglötten nyúlt el az istáló sarkánál. Déd nagyapánk szédült, hányingere volt, egyre gyengébbnek érezte magát. Julianna azonnal tudta, hogy az anyósa mérget tett az ételbe, és azt is, hogy ezt neki szánta. Az apóság küldte az orvosért, aki azonnal kimosta a gyomrát, hashajtót adott neki, tejjel itatta. Azt mondta, nagyon nagy szerencséje, hogy keveset evett az ételből, és hogy hamar orvosi ellátást kapott. Ennek ellenére hetekig nagyon beteg volt, legyengült, dolgozni sem tudott. Ettől az esettől kezdve mindig probléma volt a gyomrával, amikor pedig jóval később gyomorrákban elhunyt, Dél nagyanyám erre az esetre vezette vissza az okokat. A doktornak kötelessége lett volna, hogy jelentse a dolgot a csendőrségen, de Sándor kérése az volt, hogy nem akar feljelentést tenni az anyja ellen. Julianna ekkor döntötte el, hogy nem maradhatnak tovább anyósával egy fedél alatt. Ezt meg is mondta Sándornak, aki egyetértett vele, és követte őt a Veresmajorba, a szülői házba. Gulyás Anna és Fülöp György örömmel befogadták a fiatalokat. Ott segítették őket, ahol csak tudták, így hamarosan összegyűlt nekik egy ház egy ára. Ekkor kezdték építeni az Akácos úton a házakat, és a déd nagyapám is vásárolt egy házhelyet ott. Kellett is a saját port, amivel közben sorra jöttek a gyerekek, három lány, három fiú. Mire a legidősebb gyerek Sándor, aki anyám apja lett, iskolába ment, addigra felépült a házuk az Akácos úton. Négy hónap eltelt már azóta, hogy ugye megkapjuk ezt a könyvet. Ennyi idő alatt nagyon sokan olvasták már el, és reméljük a jövőben is sokan fogják olvasni a könyvet. Ennyi idő alatt vannak-e esetleg olyan visszajelzések, ami esetleg neked kedves, vagy pont az ellenkezője, valami esetleg sértő volt számodra a visszajelzések közül? Kérdezem ezt úgy, hogy akár a családod felől volt-e olyan visszajelzés, ami megmaradt benned, hogy volt-e olyan, hogy azoknak a történetét dolgoztad fel, akik valaha ott éltek, és esetleg felmenőik ott éltek, és így jelezték vissza azt, hogy az írás örültek-e vagy sem. Negatív visszajelzés még nem érkezett egy sem, hál' Istennek. Pozitív annál több idegenek is írkálnak nekem, e-maileket, Facebookon rám írnak, szóban is meg szoktak keresni. Többnyire nagyon pozitív a visszajelzés, szeretik olvasni. Több esetben volt olyan, aki azt mondta, hogy még egyszer neki fogott, mert először sodorta, lendület, olvasta, és akkor
még egyszer át akarja olvasni, hogy még jobban, alaposabban megértse az összefüggéseket. És hát, ugye a családomat kérdezted, ők nagyon várták. Karácsony előtt jelent meg a könyv, és akkor a családomnak ajándékba adtam mindenkinek egyet-egyet. Ők nagyon várták, nagyon örültek neki. Hát, Sári lányomtól kaptam talán az első üzenetet SMS-ben, mikor elkezdte olvasni a könyvet, és akkor valami olyasmit írt, hogy hát anya, hol sírok, hol nevetek, de hogy nagyon tetszik neki. Nővérem is írt, mikor elolvasta, ő pedig leírta, hogy mennyire felkavarta, hogy visszajött neki az egész gyerekkor, és ő is kétszer olvasta el, hogy meg tudja emészteni a dolgokat. Tehát ilyeneket kaptam vissza. Amitől igazából féltem, az valóban, hogy valakinek esetleg a mamájáról vagy a szüleiről írtam. Hát ugye tényleg megírtam őszintén, hogy mik voltak. És például az egyik szomszédunk, az egyik kislánynak a mamájáról is van egy nagyon érdekes sztori. Ő teherbe ejtette a malom tulajdonosnak a fia, és ő akkor szegény lány volt, cselédként szolgáltott a malomba, és hát ugye a fiatal úrnak eszébe sem volt őt elvenni, felcsinálta, kész, mindenki menjen dolgára, és a sors fordulata, hogy a Juliska néni, mert én már úgy ismertem, mint Juliska néni, a könyvben nem ezen a nyelven szerepel persze, felkerült Pestre, közben otthon csökmőn nevelték a kisfiát a szülei, a malom közben leégett, meg ugye jött a háború utáni időszak, amikor elkobozták a vagyonokat. Tehát jött egy fordulat, amire senki nem számíthatott akkor, amikor a cselédlány összemelegedett az úrfival. Jó pár év múlva a malom tulajdonos fiú elszegényedett, beállt a közeli gazdaságba egyszerű munkásnak. Juliska néni cselédből dolgozó nő lett, megállt a saját lábán, és akkor nagy-nagy fordulatok árán újra összetalálkoztak. Azt hitte Juliska néni, hogy majd szépen odamondogat, megbosszulja a dolgokat, bepereli. Nem ez lett. Meglátták egymást, a szerelem fellobban, és együtt élték le az életüket, még született még egy gyerekük. És hát ugye ez a sztori is bővelkedik mindenféle fordulatban. Ráadásul a Juliska nénit úgy kell elképzelni, hogy ő aztán, ami a szívén, az a száján. Tehát ott a neki nem tetsző nőket ő kurva néniknek nevezte. És ezt én le is írtam a könyvembe. És ugye a későbbi menye volt ennek a lánynak az anyukája, akiről beszélek. És hát azt a mennyit sem szerette, azt is kurva néniszte, mindennek le volt. Én a könyvben ezt sem titkoltam el, és akkor mit ad Úristen, ahogy megjelent a regény, szinte az első megrendelők között volt ez a Júcsi, aki most Németországba él, rögtön két példányt rendelt, egyet magának, egyet a nővérének. Fú, én az ilyen megrendelésekkor azt szoktam csinálni, hogy nézem, mit írtam a nagyobbába, és akkor felütöttem a könyvet, elolvastam, atyám, mondom, Júcsi biztos, hogy vérig sértődik. Na, mondom, mindegy, lesz, ami lesz, hát megírtam, vállalom. És akkor hamarosan jött egy e-mail tőle, és ez az egyik kedvencem, mert hogy rosszra számítottam, és hogy mit írt. Szia, Andi! Nem tudom, hogy fogalmazzam meg röviden és tömören, mennyire tetszett a regényed. Különleges élményt nyújtott, ami még szebbé varázsolta nekem az ünnepeket. Otthon voltam, hosszú évek óta először karácsonykor. Újra és újra el fogom olvasni, ahányszor csak a világra vágyom, amiben felnőttem, ahonnan jöttem. Köszönöm. Tényleg jól megírtad. Ilyen élményben még tényleg nem volt részem, persze sok mindenkit nem ismerek, ismertem a regényből, utcából, de ahogy leírtad, megjelentek előttem, szuper volt tényleg. Meg az is, hogy a mi utcánkról szól. Nem tudom az érzést leírni, amit adott, de egyedülálló. Ilyet még nem tapasztaltam, szóval tényleg nagyon köszönöm, és így tovább. Azt hiszem, sorra veszem a többi elkészült regényedet is, és innentől kezdve várom az újakat.
Ja, és még valami, annyi minden eszembe jut. Ahogy mamámat életre keltetted, az valami hihetetlen, és az egész családot. Egyszerre nevettem és sírtam. Golcsai Lucsi Németországból. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív volt. Akkor az unokahúgomnak egyik barátnője is írt, az is kedvenceim közé tartozik. Neki karácsony ajándékként adta oda az unokahúgom a könyvet. Ők így hárman, négyen jó barátságban vannak, gimnazista kapcsolat maradt ez meg így felnőtt korra. És hát leírja itt az e-mailjében, hogy említette Judit a találkozáskor, hogy na, megjelenik a könyvem hamarosan, és akkor én nem olvasom fel. A múlt heti találkozásnál megkaptuk karácsonyi ajándéknak a regényedet. Már hazafelé a villamoson elkezdtem olvasni. A hazautat mindig olvasással töltöm. A héten egy párszor egy megállóval tovább fennmaradtam a járműben. Nagyon tetszett a könyv. Különös élmény volt, hogy egy pár szereplőt ismerhetek is. Ha jó könyvet olvasok, utána elég nehéz elkezdeni egy következőt. Úgy gondolom, hogy most várok egy-két hetet. Gratulálok, óriási élmény volt. És hát sok-sok e-mailt kinyomtatom és elteszem magamnak, meg hát persze a szóbeli reakciók nagyon, nagyon sok. Tehát én azt mondom, hogy ennyi jó dolgot régen kaptam életemben, mint amit ez a könyv hozott nekem úgy mindenestől. Ez csak pozitív. Engem egy valami nagyon megfökkentett igazából a könyv kapcsán. Ugye gondolhatnám, hogy annyi olyan szó volt benne, hogy csak a szemem kerekedett, de minden mellett el tudtam menni, elárulom, hogy miért. A könyv megjelenését követően azt hiszem, hogy még januárban készítettünk egy kis filmet, amiben röviden elmondjuk, hogy miről szól a könyv. A könyv titkain túl szerettünk volna olyan emléket készíteni ebből a kisfilmből, ahol nem csak Andi látszik és Andi mesél, hanem hát ugye, mint az anyukájától szerezte be ezeket a sztorikat, ő is látszik rajta. Aki látta ezt a kisfilmet, az tudja, hogy miről beszélek, aki nem, az pedig el tudja képzelni. Kimentünk az Akácos útra, és hát képzeljék el, hogy egy idős asszony átkarol a lánya, és végig sétálnak egy olyan úton, ami az egész életüket, az egész életüket őrzi. Tehát ez egy olyan megható pillanat volt még nekem is, mint külső szemlélőnek, ami szerintem érthető volt. Ezzel szemben olvasom a könyvet, és találkozok egy olyan résszel, hogy egy anya-lánya kapcsolatot úgy ismerek meg, hogy az nem pozitívan indul. És nekem ez akkora különbség volt ahhoz képest, amit most látok kép, és amit olvashattam a ti kapcsolatotokról, hogy ezt mindenképpen szerettem volna megkérdezni, hogy ezt leírni, feldolgozni, átélni, és most erre visszaemlékezni neked, ez milyen érzés volt? Hát, ahogy mondtam, hogy hullámvölgy volt, ez is a hullámnak az alja volt, ezekbe visszagondolni, ugyanis anyukám engem már nem akart. Tehát érthető volt neki, 17 évesen szültem meg nővéremet, másik nővéremet 21 évesen, tehát neki úgy gondolt, hogy itt befejezte az anyaságot, és akkor 34 éves volt, mikor én váratlanul kopogtam, hogy jó, valaki lakik itt, és el is határozta, hogy ezt a terhességet megszünteti, de nem volt pénze, és libákat adott el éppen, kihajtotta a libákat oda az eladó helyre, és ezt nagyon sokszor hallottam, már örült, hogy mindjárt megkapja a pénzt a libákért, és megy az abortuszra, megszabadul ettől a nem várt terhességtől, és akkor csodamódon azt is mondom, hogy nekem biztos, hogy mindenképpen meg kellett születni erre a világra. Nem kellett volna még, hogy megmozduljak. És azt mondta, hogy ahogy megkapta a pénzt a libákért, hirtelen érezte, hogy megmozdultam a hasában, és akkor már tudta, hogy na itt nem lesz abortusz, ez a gyerek meg fog születni. De ő végestelen végig, még meg nem születtem, egy ilyen ellenszemvel viselte ezt a terhességet. Aztán
amikor megszülettem, akkor is rábízott engem a nővéremre, ő Dajkán, hazajött a gimnáziumból, altatott, etetett, tisztába tett, mert anyukámon előjött egy ilyen mamát, tudjuk ugye ezt a problémát, sokaknál előfordul, nyilván azt hozta ki, hogy nagyon nem akarta, egy ilyen terhesség utáni depresszió jött rajta elő, kívánta a halálomat, tehát, és ezt őszintén elmondta nekem, hogy ő azt se bánta volna, ha akkor pici koromban meghalok, annyira nem szeretett, nem akart velem foglalkozni, hát ezt nagyon nehéz megélni, tehát ez nagyon nehéz. Tehát úgy felnőni, hogy tudja az ember, hogy nem akarták, nem várták, nem szerették. És hát, hogy ez mit okozott bennem, azt nem tudom. Szerencsére pozitív az életfelfogásom. Lehet, hogy pont ezért is, nem tudom. Ezen sokat gondolkoztam, hogy ez az élni akarás, ez az életösztön, ez végigkísért mai napjainkig. Aztán viszont azt is elmondta, hogy mikor elkezdtem beszélni, meg járni, akkor nagyon megszeretett. Tehát attól kezdve egyre szorosabb lett köztünk ez a kötelék, és utána pedig már annyira ragaszkodott hozzám, és a mai napig ez a jellemző, hogy most már azt mondja, hogy belepusztulna, ha velem valami történne. Tehát érdekes, igen. Ez egy ilyen így indult, ez lett belőle. Én azt mondom, nagyon jó a kapcsolatom anyukámmal, nagyon bizalmas és őszinte. Még azt merem mondani, hogy a két nővéremnél jobban, tehát őszintén velem, több mindent megosztott velem, mint velük. Tehát másabb volt a kapcsolatom, én maradtam ott velük öregkorukra is, és hát nagyon furcsa dolog, de ez lett belőle. Tehát ahogy indult, annak pont az ellen. Következett be később. Igen, ez nekem tényleg döbbenet volt, főként azután, hogy láttam nagyon sokszor a felvételünket, elolvastam a könyvet, utána viszont már nem volt meg bennem ez az élmény, utána újra előkerült ez a felvétel, és újra láttam, és akkor jutott eszem, hogy Jézus Istenem, tehát hogy lehet, hogy egy ennyire meghitt pillanatot megelőzött egy ilyen történet olvasása. Azon túl, hogy rengeteg emberi sorssal megismerkedhetünk a könyvek kapcsán, mi az, amit tanulságként mondhatunk el egy ilyen regény kapcsán? Azt szoktam mondani, amit ugye az elején fel is olvastam, hogy semmi nem véletlen, én ebben hiszek. Hiszek egy felsőbbrendű hatalomban, ami irányít bennünket, ezt ki kinevezze hite szerint bárminek. Biztos, hogy nem találkozunk emberekkel a semmiért, tehát mindennek oka van, a legapróbb találkozásoknak is. Annak is oka van, ha lekésünk valahonnan. Tehát én mindig az apró jelekről is azt gondolom, hogy semmi nem történik véletlenül. Ez szerint élem az életemet is. Tehát ami nekem nem sikerül, arra jó van, hogy bosszankodok, de aztán elgondolkozok és rájövök, hogy biztos, hogy ezért vagy azért nem kellett, hogy sikerülje. Mert ami nekünk van száma, az meg meggördülékenyen, az jön, azt nem kell erőltetni. Ez lehet egy munka, egy szerelem, egy barátság, bármi. Ami nekünk van száma, az gördülékeny, ami nem a mi utunk, az göröngyös. Ez az egyik tanulsága a regénynek, a másik pedig az, hogy én hiszem, hogy generációkon keresztül ugyanazok az emberek összetalálkoznak, hogy emberek leszármazottai. Tehát most mondok egy saját példánkat, a lányomnak a párja, azt gondoltuk, hogy semmi köze nincs csökmőhöz. Aztán szépen lassan valahogy kiderült, hogy igen, a nagyszülei ott laktak az Akácos és ráadásul szemben az én dédszüleimmel, tehát a Sári ők szülei, meg a párjának a nagyszülei szomszédok voltak. Tehát, hogy, és számtalan ilyen van, akiről tudom, még nem is fejtettem ki teljesen mindent, amit tudok, de hogy nagyon sok ilyen van, hogy tudom, hogy ennek a nagyapja, meg ennek a nagyanyja, vagy
ilyen veszekedésbe álltak, vagy éppen szerelmesek voltak, és most is közük van az unokáknak, vagy dédunokáknak is egymáshoz. Tehát, hogy ennek is van jelentősége. Azon túl, hogy valaki érdeklődik ilyen témák iránt, vagy ő is hisz abban, amiben te hiszel, vagy csak olvasni akar egy jót, amikor írtad, vagy így utólag is, kinek tudod szánni ezeket a könyveket? A nyelvezetét tekintve ugye elmondhatjuk, hogy nem nehéz olvasmány, tehát könnyen lehet olvasni, gyorsan lehet olvasni, ezért is van, hogy 430 oldalon csak elfutunk, mert olyan a fogalmazásod, de mégis kinek tudod igazán szánni? Hát bárkinek, kivéve a gyerekeknek, mert csökmön volt rá példa, hogy egy kislány jött, hogy Anni néni, megvehetem a könyvedet, összegyűjtött a zsebpénzét. És akkor mondtam, hogy ne vedd meg, mert ez még nem neked való. Lebeszéltem róla, mondtam, hogy várjon egy pár évet, aztán meg olvassa el, csak várjon, mert azért vannak benne 18 karikás részek, ami nem igazán egy ilyen 12-13 éves lánynak való, de felnőtteknekben nincs korhatár. Tapasztaltam, hogy ugyanúgy élvezte egy 70-80 éves, mint egy 20 éves, tehát bárkinek ajánlom. A nyelvezetről említetted, minden, nem csak ebben a regényemben, minden írásomban törekszem a lényegre, arra nem használok soha idegen szavakat, ezt még újságíró tanonckoromban megtanultam, hogy a legtöbb embert úgy tudjuk megfogni, meg érinteni, ha érthetőek vagyunk. És erre törekszem, hogy mindig érthetően, egyszerűen fogalmazzak, és a sodrása pedig abból adódik, hogy azért mindig hagyok egy olyan nyitott kaput, ami miatt tovább akar olvasni az olvasó. Végül pedig azt kérdezném tőled, hogy mit adott neked ez a könyv, azon kívül, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapsz rá. Mit kaptál ettől a könyvtől, ami majd a közeljövőben is, illetve a jövőben is majd erőt ad a további íráshoz? Hát egyrészt sikert, tehát a korábbi regényeimet is szerették olvasni az emberek, meg jó visszajelzése volt, de ez a regény valahogy más, tehát ez éli a saját életét, és amit az előbb is mondtam, hogy csak jó dolgokat hozott nekem az életembe. Olyan szeretetet, meg visszajelzéseket, pozitív visszajelzéseket, hogy ez tényleg erőt ad, hogy nem írtam hiába, nem dolgoztam hiába, meg hogy van annak értelme, amit csinálok, és ez erőt ad. Akkor szeretném megköszönni a figyelmet, illetve azon túl, hogy most itt nosztalgiáztunk egyet, a nézői kérdéseket vagy élményeket várjuk még. Hogyha van, akinek jutott eszébe olyan. Én azt szeretném megkérdezni, hogy egyeztetett, mielőtt a regényt megírta valamelyik alanyjal, már akik tárgyai ezeket? Nem egyeztettem, hiszen regény, és senki nem a saját nevén szerepel, és az utcában sem, ha idegen olvas, egyáltalán nem fog rájönni, hogy kiről van szó. Sőt, még akik ott élnek is nyomozgattak, mert az utca számokat is nagyon megbolygattam, tehát senki nem azon az utcaszámon szerepel, ahol a történet játszódott. A neveket megvariáltam, tehát éppen aki akar, ráismer, meg hát nagy része olyan régi sztori, hogy már azok többnyire már a temetőben vannak, akikről szólnak ezek a sztori. És ezekre mind az édesanyja emlékezett? Igen. Az Akácos út, az Akácos utca régi fájiból megvan még, vagy újra vannak telepítve? Mert én nem láttam a kisfilmet, nem sikerült megnéznem. És hogy mennyire Akácos az az utca? Már most sem mennyire, csak a neve. Uh-huh. Régen valóban arról kapta a nevét, hogy Akács sor volt végig, de aztán már az én gyerekkoromban is alig-alig volt. Már szívosan van a biztos. Mert ahogy meséltétek, nekem végig ilyen szép akácos volt a gondolataimban és a hát terjedben. Eredetileg olyan volt. Ami májusban illatozik. És még egy kérdésem lenne, mikor meséltél édesanyád nekem azt, hogy téged igazából nem akart
világ? Hát már szerintem egész kicsi koromban. Tehát igen. Tehát úgy nőttem fel, hogy én ezzel tisztában voltam. Tehát nem rejtette vék alá. Tehát ez az őszintesség azért feloldott dolgokat, mert ő mindig őszintén elmondta az érzéseit. Tehát mindig azt mondta, hogy a kő is kivirágzik, mire ez a gyerek felnő. Ezt sokat hallottam. Igen, ez is ilyen családi szálló. Igen. És milyen a sors, hadd mondjak hozzá, Andrea 7 hónaposan felállt. Tehát azt akarta a sors, hogy ő minél hamarabb eljárjon és beszéljen. Egy éves korára folyamatosan, folyékonyan beszélt. Tehát ő azonnal kis önálló lett, és mindenki kedvence. Tehát mindegy csepp gyerek, tehát ugye az... Mindenki kedvence, és szerintem azáltal a sors adta anyának is azt az erőt, hogy igenis, tehát ezt szeretni kell, ezt a gyereket. Hát nem kis nyilvódás lehet az édesanyjátok életében ez, hogy igen, mert abban az időben, mondani. Igen, abban az időben azért egy 35 éves nő már nem, igen. Nem szül. Igen. Nem szül. Most már még nem sem. Nem háztartásban volt, jó szakmai nevelt, és voltak. Ennyi történet benne megmaradt, igen. Ez csoda. Mint ahogy tehát nem volt mert ő nem odavaló volt. Tehát aki elolvassa regényt, az rájön, hogy az én anyám nem arra született, hogy teheneket feljen meggondozzon. Ő benne sokkal több volt, de ő ezt nem tudta megvalósítani. Ő mai napig 83 évesen olyan intelligens és olyan tájékozott, hogy bárki bármiről el tud vele beszélgetni. Hát intelligens volt, igen. És tényleg a politikába képbe van, a színészeket ismeri, tehát bárkivel le mer ülni, beszélgetni egy diplomás emberekkel, akárkivel, és mindenkinek pozitív véleménye van róla. Az, hogy ő ott főleg a körülményei szorították, abban a helyzetben bele, és nem is érezte jól magát ebbe az életbe, az ki is derül a regényből is, mindig bívódott, mindig többre vágyott, de nem tudta ezt véghez vinni. Hát aztán nekünk örült, mert a nővérem jogász lett, másik nővérünk virágkötő, abban nagyon sikeres, én újságíró, író, unokáiban megtalálta a boldogságát, tehát mi megvalósítottuk azt, amire ő igazából mindig csak vágyakozott. És ennek ellenére ő rengeteget adott nekünk. Tehát nekem gyerekkoromban nem múlt el este, hogy én mesét ne hallgassam. Tehát nekem lefekvés előtt anyukám mindig mesélt. És saját sztorikat is kitaláltam. És már ez nagyanyámban is benne volt, hogy költött meséket. Tehát, hogy valahol bennük is bennük volt ez a vonal. Gyerekkoromban én mindig úgy emlékszem anyukámra, hogy főzött és olvasott. Igen, de úgy főzött, hogy mindig a kezébe könyv volt. Idősebbek biztos emlékeznek erre az olcsó könyvtárra munkájelzés. Azt a postás árulta, és anyukám folyton vette. Tehát ő mixáltott jókait, mindenkit kiolvasott, annak ellenére, hogy csak fejt otthon, mert a teheneket gondozta. Tehát nagyon szorgalmas volt, és nagy tudásra tetszett, így a szorgalomból, a tájékozottságban. Körbezárva, ha valakiből csepirágó lenne, ne talán a családban. Majdnem lett, mert a lányom elvégezte Békés Csabán a Színi Tanháznak a táncos szakát, de nem azzal foglalkozik, illetve hát oktat táncot, de nem maradt a színháznál, ki ábrándult belőle. Boldog is volt, mama. Úgyhogy majdnem bezárult a kör, de lehet, hogy majd egy következő generáció valóban bezárja. Így van, ezzel szerintem nem árulok el titkot, hogy végérvényben egy kör bezárul a könyvben, hiszen a ház, ahonnan indulunk, akár hiszik, akár nem, ahol a dédszülők, nagyszülők és a gyerekek is felnőttek, ott most az unoka él. Igen, tehát, most igen. Tehát ez a ház már közel 80 éve a családunk tulajdonában van, és ugyanazokat a köveken lép, de most a lányom, mint amin a dédszülei. És a mi udvarunkon még van a kárca.
fogyasztva. Ez meg még szerint. Nem tudom, van-e még kérdés? Ez itt mondjuk csak a, talán a reklám helyen, mert az én anyukám 10 nappal ezelőtt, ha jól emlékszem, megkapta a könyvet ajándékba a nővéremtől, mert a sógorom csökmői és jól ismeri Andit, és tegnap befejezte. 87 éves, majdnem 80, vagyis 89 lesz májusban, tehát azért mondom, hogy 10 nap alatt elolvasta a könyvet, farta. Időnként elmondom, hogy kicsit meg volt botránkozva, mert ő még ilyen könyvet életében olvasott. Ja, de falta! Plusz, de falta! Ez az! Tetszett neki. Köszönöm. Mindenképpen érdemes olyan szempontból olvasni, mondjuk én, mint fiatal tudok hozzászólni, hogy manapság csáncsogunk azon, hogy a fiatalok már nem maradnak együtt. Ez összefeküdt azzal, és olvasunk egy olyan történetet, hogy az az igazság, hogy akkor sem voltál az másik, csak akkor csámcsogott rajta a faluban, meg már ez természetes. Tehát tényleg vannak megdöbbentő fordulatok. Nem hittem el már a harmadik olyan esetnél, amikor megcsalásról volt szó, hogy Istenem, hát akkor most mind csodálkozunk annyira, amikor ez akkor sem volt másképp. Vagy csak csökkent szokásodnak. Akkor, hogyha nincs több kérdés, akkor szeretném, hogyha a párom előadna két olyan gyerekdalt, szeretném azt elmondani, hogy most jelent meg a napokban Modulkás esztendő címen, mások kiadásban, mert először csak a versenyt jelentek meg, és most a párom megzenésített, és Kottával együtt van a kis füzet, és hozzá van CD is. Most pénteken a Csökmői Zenekar a mi dalainkat fogja többek között játszani. És ez azért nagy élmény nekem, ugyanis ezeket a gyerekverseket akkor írtam, amikor ez a én kislányom 2-3 éves volt, de nem tudtam akkor kiadatni, nem kellett egy kiadónak se, elraktam a fiókba a spirálfüzetet tele ezekkel a versekkel, és még akkor a párom sem volt, képben sem, tehát nem lehetett azt tudni, hogy 20-akárhány év múlva ezek a versek életre kelnek. És most úgy életre keltek, hogy nem hogy ki lett adva, hanem meg lett zenésítve, és már Csökmőn az iskolás gyerekek éneklik. Ebből szeretnék két ízelítőt. Ami kapcsolódik a regényünkhöz is, hogy az egyik az a Mama fej, az a címe, és ez a, éppen az édesanyánkat idézi fel, ahogy fej testénként, és árulta a tejet. A másik pedig csak egy egyszerű falusi udvar, hogy padlóról szól. Minden este fej, van neki egy nagy tehene, Rikóta Ilka a neve. Én tudom, honnan van a fej, és mama minden este fej, van neki egy nagy tehene, Rikóta Ilka a neve. Mikor tele lesz a fejő, jön a tejért a sok üvevő, az a viszi a friss teje, hogy a te is itt már élek. Mikor tele lesz a fejű, jön a tehér, a sok övevő, az a viszik a friss teje, hogy a te is innál ilyen. Ráül mama egy kis székre, ért a tűnyét veszik kézbe, akkor aztán csurog a tej, ilyen az mikor mama fej. Ráül mama egy kis székre, ért a tűnyét veszik kézbe, akkor aztán csurog a tej, ilyen az, mikor mama fej. Mikor tele lesz a fejő, jön a tejér, a sok övevő, az, ami szílik a friss teje, hogy a te is innál ilyen. Mikor tele lesz a fejő, jön a tejér, a sok övevő, az, ami szílik a friss teje, hogy a te is innál ilyen. Thank you.
réteget, mit látom világban. Ha én legyen a réten, csengő a nyakában. Jobbra, balra nézeget, mit látom világban. Szép fehér bundájában, kíváncsi szemekkel, legelészik csendesen, birka türelemmel. Szép fehér bundájában, kíváncsi szemekkel, legelészik csendesen, birka türelemmel. Ha én legel a réten, csengő a nyakában, jobbra, balra nézeget, mit lát a világban. Bari, legyen a réten, csengő a nyakában. Jobbra, balra nézeget, mit lát a világban. Szép fehér bundájában, kíváncsi szemekkel, legyen iszik csendesen, birka türelemmel. Szép fehér bundájában, kíváncsi szemekkel, legelészik csendesen.